Jó, de no, én nem hiszek az öregedésben, főleg a nőről van szó. Te megöregedhetsz, tehát én az biztos. Állat leszünk. Tehát akkor én egy félistennel beszélek. Nem fél, kikérem magamnak. Én akkor vagyok az Isten. Te is az vagy. Mikor jöttél erre? Nemrég. Nemrég. Attól a pillanatok kezdve, hogy 2 éve. Attól a pillanatok kezdve, hogy rájöttem, hogy nem tudok gitározni. Rájöttem, hogy nem tudok zenélni, hogy nincs zene. Nincs művészet. Annál művészebb, mint hogy egy nő lép. Létezik? Az, hogy rám néz. Nem létezik. Az önmagában talán művészet. Talán az, hogy belenézek a tükrömbe én is. És önmagadat látod. Igen. Jó, azt elfogadom. Az egy művészi alkotás. De az nem a tiéd. A tükörre. Az is. Hát a tükör csak reflektálja. A tükör ez egy nagyon jó fogalom. Én szeretem a tükröt, de a tükör az nem csinál semmit. Ha megfordítod, más mutat. Téged mutat, te vagy megfordítod, benne. Megfordítod, nem mutat. És te vagy a legszebb. Se. Te Isten vagy. Nem vagyok a legszebb. Ember vagyok, és nem tudsz nem a legszebb lenni. Ez a, ember vagyok. Persze, itt már megint vitatjuk, hogy szép vagy csúnya. Ilyen nincsen. Viszonylagos. Én egyet tudok, hogy ember vagyok, kopok, meg fogok halni. Miért te nem fogsz? Nem. Nem. Tehát ha valaki meghal, és nagy öröm, vagy sírások, örömkegyek Freud dolgozik, van, aki nem tudok sírni. Hát az a dolgunk, hogy meghaljunk, nem? Nekem is az a dolgom, hogy megdögöljek. Hát ki fog értem sírni? Se, várjam el, hogy az emberek itt naposztot sírtok el. Hát milyen nagy emberek meghalnak, 2 nap múlva senki nem emlékszik rájuk. A hajad az őszül. Meg a szakállam. Meg a szakállam. Na most ez öregedés vagy sem? Nincs öregedés. Fiatalabb vagyok, mint valaha. De most... te pocakos vagy, kövér vagy. És akkor vagy. Mi van? Hát mi nem vigyázom magadra jobban? Jól érzem magam így. Biztos? És hogyha biztos. Nem hiszem. És hogy őszül. El. Hát 57 éves vagyok, mit akarsz te? Akkor most öregszel vagy nem? Állapotot váltok. Egy szín mintát. Gyönyörű mutatok. Kifogásokat használsz. A palettára. Hogy mondd, mit használsz? Gyönyörű kifogásokat használsz. A palettára látszik, újabb hogy színeket keverek. Nincs művész. De művész van. Te vagy művész. Mindenki művész. Dehogy. De most sablon használsz. Gazella a művész, tudod? Meg a sablon. Sablon. Használok. Sablon. Miért? De miért olyan nehéz szembenézni, hogy a ráncaid egyszerűen sokasodnak, vannak. Mennyit dolgoztam én ezekért. De miért van az, hogy megkérdezem azt, hogy öregszel, és utána te elkezded... Mert hülye a kérdés, már ne haragudj. De ne haragudjál, miért? Mert nincs öregedés. Ne haragudjál, te is meg fogsz halni. Várj egy kicsit. Már. Nagyon nem mindegy. Jaj, te itt, Freud, ha itt lenne, várjál. De hogy nem érdekel engem. Jaj. Engemet, értesz, te érdekelsz, hogyha csak egy picit, hogyha megpróbálnád ezt. Figyelj ide, hát az elmúlásunk, az egy alapvető emberi, rettenetesen nehéz. Van neked kedvesed? Van. Rettenetesen nehéz 27 éves. Az már öreg. És akkor mi van? Bizony szempontból. De el neked fogja van érni... kedvesed? Van. Hány az éves? 42. De akkor én előnyben vagyok. El fogja érni a 50-et, és ki fogja kérni magának, hogy te egyáltalán ezt a szemeidből lássa, hogy ő már mennyi öreg, és esetleg észrevesz fel a szemed sarkából egy másik akkor 27 éveset, vagy 18 éveset. Van egy gyönyörű ringló, hambas, szép, ugye megfogni is, és van egy aszalt szilva. És? Melyik szebb? Össze lehet hasonlítani a kettőt? Ugyanaz volt, egy másik, öregebb az az aszalt szilva? Öregebb. Ne viccelj, már nincs idő. Már a fenébe ezt a kor históriát. Az a ringló még megrohadhat, de az aszalt szilva még ott marad 10 évig. De ezzel nagyon nem tudsz szembenézni. Hát miért kéne nekem szemben? Mi? Ami nincs, azzal nem lehet szembenézni. Hát miért? Hogy nincs? Nincs halál, nincs öregedés. Ránézek a kezedre, és valószínűleg májfoltos. Te is látod, hogy pegyhüttebb a bőröd, mint volt. Pegyhüttebbek az izmaid, mint voltak. Tehát szívi, nem kívánsz már? Nem. Pegyhütt vagyok. Pegyhüttebb. Miért nyomok le 1000 fekvőt? Ma nem nyomtam le csak 500-at. Pegyhüttebb vagy. De miért próbálod ilyen kétségbe esetten visszaforgatni, akár furcsán hangzik az időkerekét? Én úgy érzem, hogy mint mindannyiunknak nagyon sok arca van. Szerintem az igazi arcod akkor van, amikor egyedül vagy a házadban. Kevesen tudják róla, hogy 2 anyától 2 leánygyermeke is született, akiktől külön.
nem élem át ezt a nagy helyzetet, hogy apa vagyok egyáltalán. Tegnap történt egy kis affér a lányommal, tegnap előtt, és akkor mondtam, hogy gyere, mert várnak téged a tévében, mert együtt főzős. Nem megyek, mondom, miért nem jössz? Hát szóval nincs kedvem. Ez valaminek a jele. Tehát ő például úgy éli meg a velem való kapcsolatot most 13 évesen, hogy ő atrocitások része, tárgya az iskolában. Ó, az apád, az, aki ott mesztelekedni, szóval röhögnek álltam ő. Tehát ő ezt egyfajta egy kellemetlen helyzetnek éli meg, hogy az apjával neki ottan meg kell jelenni. Ezért most lemondta. Ezt szégyel velem ott meg, mert teljesen tudom érteni. Abszolút meg van értve. De hát ez az ő helyzete, az ő választása. Az én választásom meg az, hogy akkor öltözök fel, amikor akarok. És akkor vetközök le, amikor akarok. Így a zenész hatalmas svábhegyi házát egyedül lakja. Hiába barkácsolt évtizedek alatt sajátkezőleg összesen 35 szobát, és heggesztett mániákusan egy komplett vasszerkezetet a ház köré, nincs akivel megoszthatná sajátos birodalmát. A válás meg a gyerekek, ugye, mert mind a két gyerekem véletlenszerűen, illetve hát lehet, hogy előre kitervelt módon, de irányomba erőszakként hatott, tehát erőszakot követtek el ellenem, ahogy tetszik. És úgy születtek meg két gyönyörű lány, de a gyerekeknek meg kell születni, még ha erőszak árán is. Tehát az, hogy valaki megházasodik, már az is egy következménye egy borzasztó életvitelnek. Az, hogy elválik, az meg már egyenes következménye a házasságnak. Tehát belemenni egy házasság lehet, ha valaki egy megvilágosodott állapotba belelép egy házasságba, az a világ csodája. Mert akkor már mindent szabad csinálni. Ha már úgy jól megvan, hogy tisztában van önmagával, látja a dolgot, akkor azt csinál, amit akar, az mind jó lesz. Na de hát egy nagy sötétségbe való vájkálás, ami az én életem volt, az eddig 50-valahány év, az ott minden lépés hiba. Tehát hiba volt megházasodni, hiba volt elválni, illetve hát mind csak egy mellébeszélés az egész élet. Egy biztos, hogy minden pillanatban küzdök és küszködök, talán most már nem annyira. Azért, hogy a befolyás, a hatások ne kerítsenek befolyásuk alá. Milyen hatás? Minden, ami létezik. Azt mondod, hogy küszködsz, akkor hogyan nagyon, éled meg? Már nem nagyon. Őszintén. De viszont, hogyha néha igen, de odafigyelek, akkor lehetséges, hogy néha kudarcot vallasz? Hát ez megint a cél kérdése. Hát hogyha küszködsz. Nem, de nem viaskodok, nem harcolok. Csak önmagammal. Önmagamat figyelem. Tehát megpróbálom önmagamat kívülről is figyelni minden pillanatban. Boldog vagy? Tehát az, hogy mi a boldogság, azt nem tudom. Jól érzed magad a bőrödben? Az élet van. Én most itt veled ebben a pillanatban jól érzem magam. Ha az a boldogság, hogy az életben jól érzem magam, akkor boldog vagyok. És az nem tesz boldoggá, hogy csinálok egy jó koncertet. De hogyha... Hogy kapok valamit ajándékba. Önmagaddal vagy, akkor is jól érzed magad a bőrödben? Akkor is, minden pillanatban. Nagyon sokan például ezt a típusú gondolkodást, ahogy te gondolkodsz, akár őrültnek tartanak. Hát a társadalom szempontjából az is vagyok. Nincs probléma ebben. Hát kik? Ezt... Szerintem nem. Jó, hát szerinted persze, hogy nem. Hát persze, hogy nem. Tudod, hát az, aki így látja a világot, hogy én meg most már téged is kezdelek tanítani erre a dologra. Köszi. Jó, növendékem leszel, ha vigyázol magadra. Azok tudjuk, hogy ez a dolog így működik. Aki úgy elvárja, hogy majd de jó legyen neki holnap után, meg jövő héten, mert ha majd megveszi a frigidert, mennyivel jobb, nem lesz jobb. Rosszabb lesz, a mert azt még majd kell fizetni. Te utad a te utad, az én utam az én utam. És van egy nagyon fontos dolog, hogy a tanítvány és a mester viszonya azon múlik, hogy a tanítvány mondja ki, hogy ki a mestere, és nem a mester mondja, hogy ki a tanítvány. Te tanulmányoztál engem? Nem. Most látlak először. Mert ezt tőlem is lophattad volna ezt a gondolatot. De nem loptam. Nem baj. Nem szégyen az lopni. Lopt, jár neked, ez a gondolat jár neked. De nem loptam. Hát akkor többi, honnan szerezted? Hallottam. Hallottam. Felhasználod másoknak a gondolatát. Mondtál.